Holló Mátyás vagyok, egy magyarországi jutenyésztő, aki egy kis faluban Uszódon él. A történet apropója, amiért készül ez a film, az a megtiszteltetésért, hogy a párizsi szalonkiállításra meghívtak Berisonos Jú bírálónak. Úgy éreztem, hogy ez nem egy mindennapi dolog, hogy egy magyar ember eljusson Párizsba, és mindenféleképpen ezt meg szerettem volna osztani családommal, barátaimmal. Így 2020. február 23-án egy 20 fős delegációval útra keltünk. Mindenki nagyon boldog volt, hogy végre elindulhattunk Párizs fele. Az utazás kezdetén az jól látszik még a társaságon. Mindennek tudtunk örülni, és mindenből poént tudtunk csinálni. Asszolgatok! Nagy a feszültség. Jó, mi a baj? Odaérünk, vagy nem érünk? Mindenki az ablak mellett akar ülni, mi? Nincs vízünk. Mamának a táskája teli van pálinkával. Mi van? Csináljad! Több embernek a családom körébe, Bianca lányomnak, Matyi fiamnak első repülése volt, illetve anyukámnak, nővéremnek, sógoromnak. Ők nagyon izgultak a repülőút miatt, de anyukám meg is állapította, hogy a Jóisten megengedte, hogy Párizsba földet érhessen a repülő. Kapaszkodik ő? Nagyon. Biztos? Fiam, jöjj eszre. Hát erre is vannak vetések. Ha most már gurulunk, már nem? Még nem? Nem? Érzi, még hol leteszik. Igen? Hát hopp most! Isten hívő emberként élem az életemet. Nagyon fontos számomra, hogy lehetőség szerint minden vasárnap ott legyek, és a vasárnapot, az Úr napját megszenteljük azzal, hogy elmegyünk a templomba. Én ilyen nem tudom. Olyan nagy világítósak. Nagy világítósak. Egy darab az 1 euró. Mennyi? Nem adja. Nem adja? Hogy bárhová is megyünk, nem szívesen vásárolunk úgy, hogy ha nem tudunk alkotni belőle. Sokkal jobb érzése van az embernek, ha tud alkotni. Ha valaminek az értéke, maradjunk az eurónál 5 euró, kérnek érte 5 eurót, nem veszük meg. De ha ugyanazért a tárgyért kérnek 8 eurót, és 5-ért megveszük, akkor nagyon jó érzésekkel tudunk távozni. Magyar üzlet. Kimi?
Imi! Kicsit sűrű lett a párizsi programunk, de bele kellett a 3,5 nap párizsi tartózkodásunkban nagyon sok mindent préselni. Igaz, kisfiam, ő azt szerette volna, hogy kirepülünk, illetve hazarepülünk. Párizsban vagyunk, az Eiffel torony tetején. 2 hatalmas fény forog körbe-körbe a tetején, ami megvilágítja. Melyik egész Párizs. Melyik rossz tetszett, a csúcs vagy lejjebb? Nekem inkább a lejjebb rész. Nem nagyon szeretek lenézni, mert tériszonyos vagyok. De nem, amúgy mit fogunk csinálni a napokban? Menni birka kiállításra, valaki városnézésre, de én nem. És a harmadik ötlet pedig a repülés haza. Idefelé is repültünk a Ryanair-rel. Nagyon jó volt. Jó volt? Aranyárban kiszolgáltak. Jobb, melyik a Eiffel-torony vagy a repülés? Melyik? A repülés. Párizs már sikerült megnézni tegnap este az Eiffel-torony tetejéről. Én úgy gondoltam, hogy ott mindent láttam, amit látni lehetett. Így másnap reggel útra keltünk a kiállításra, felmérni a helyzetet. Úgy gondoltam, hogy bírálóként készülök a holnapi bírálatra, és már előtte feltérképezem az odabeszállított állatokat. A 8-as akartam megvenni? Igen, az a helyszín neve, Champion 17369, de az nem tudom ki. 91, ez a pár, de... Rafi, de csak ennyit írtam. De most a 8-as vagy a 7-es akartam megvenni. Ez egy kikert testvére. Igen, Timi Csíkos fizete rendszeresen előkerül. Legtöbbször csak azért, hogy ismerőseimnek bebizonyítsuk, hogy nem a levegőbe beszélek, hanem a fejemben is megvan ez a tudás. Lehet, hogy velem van a hiba, mert én egy kicsit más vagyok, talán alaposabb, mint a többi tenyésztőtársam. Bízom, hogy nem köveznek meg ezért, de egyik barátom, aki velünk volt Franciaországban, egy korábbi utazásunknál már rám szólt, hogy most már nem mondjam a franciáknak a fülszámokat, meg az állatok származását, mert azt gondolják, hogy valami kémkedés miatt utaztunk Franciaországba. Feje nagyon tetszik. Nem, ennek is jó a feje, nem? Igen. Mind a kettőnek jó a feje. Annak azért tetszik, mert görbék a feje. A másiknak meg az az apja, a 103-as. Annak meg az az apja. De milyen nyaka vannak? Igen. Annak a rosszul gyerek. Meg jobb a forog. Igen. Annak a csücsük forog. Fegyes. Milyen hosszú a pallon? De a feje annak szerint. Aha, igen. Annak az apja, az egyiknek, ez a másiknak a maga.
Annak a gyűrött óról. Tibi, melyik tetszik jobban? Megpróbáltam életemben, nem mondom, hogy először, de életemben egyszer nem elkésni erről a rangos eseményről, úgyhogy nagyon korán megsötéted, és épp hogy csak pitymallott, és már nekivágtunk az útnak. A korai kelés megzavart minket, és ellenkező irányba szálltunk fel a metróra, így kis kerülő úttal, de időben vissza tudtunk jutni a kijelölt metróvonalra. Boldog vagyok. Nagyon kezdődik ez a mai napunk az nagyon rossz, főleg a tolmácsunk most elvitt bennünket Vietnámba. Nincs tolmácsunk. Bocsánat, titkárnő. Nem tolmácsunk, titkárnő. Nem is az enyém, a Mátyásé. Amazoldal az kell eszem. Jó. Várjuk meg is a beálltunk a jól felállított juhos válogató karámok közé, vonultunk szépen egyesével, mint a birkák, és kiderült, hiába van belépőnk, nem mehetünk be 9 óra előtt. Meg is fordult a fejembe, hogy hát ezért érdemes időbe elindulni valahová, amikor úgyis csak várni kell. De azt jött Monsieur Rameau. Itt a Monsieur Rameau. Monsieur Rameau. Monsieur Rameau. Gyere, Tibi! Vous êtes passé par le truc des, comment, des exposants. Et là, c'est quoi maintenant là? C'est la grille, c'est fermé. Ah oui, mais il faut attendre 13 jours, il faut attendre 9 heures. Két úriember volt még a bírálótársam, Monsieur Gambino és Monsieur Liné. Mindkettővel már korábban is találkoztam bírálatokon. Mindkettő neves francia Berichon Lucher tenyésztő volt, de Franciaországban az a jellemző, hogyha elérik az emberek a nyugdíjas korhatárt, akkor vagy átadják a tenyészetüket valamelyik utóduknak, vagy pedig értékesítik és eladják. Bevallom őszintén, hogy én is nagyon sokszor ezt kérem a Jóistentől, hogyha elérem azt a kort, hogy nem tudom már megfelelően csinálni a juhtenyésztést, akkor lehetőség szerint valamelyik gyermekemnek vagy gyermekeimnek adjam át a gazdaságot, de hogyha ők másból szeretnének megélni, akkor ahhoz adjon a Jóisten erőt, hogy el tudjam adni. Csaba, se, hát hát az egyes fenoszikusát, meg a fogát nézni. Jó. Ilyen développó, ilyen szakló. Láb. A lábai. Láb. Mert a a francia bírálatok másképp zajlódnak, mint a magyar bírálatok. Magyarországon inkább csoportokat bírálnak el, kiállításokon a bírálók. Franciaországban a nagyobb juh létszám miatt és a nagyobb kiállítási kert miatt minden fajtát külön bírálnak, és egyesével. Ivar szerint külön válogatva, nyírás szerint nyírott vagy gyapjúban lévő állatot, illetve tenyészcsoportokat is elbírálnak. Voilà donc bienvenue au concours national pour la race Perrichon du Cher. Aujourd'hui pour juger nos animaux, on a fait appel à 4 juges. Donc tout d'abord monsieur Léné, président de la race pendant 21 ans.
Ensuite, on a Monsieur Gambino, un éleveur français. Monsieur Rive, de la coopérative. Érdekes, hogy ilyen pórázon vezetik nálunk, nem itt csinálják. Nálunk is megpróbáljuk ezt majd bevezetni. Ha tudunk rendezni egy tenyészállat szemlét, akkor már ez a terv, hogy föl kelljen vezetni a tenyésztőnek, és ott nem csoportok fognak versenyezni, hanem ugyanígy, mint Franciaországban, egyénileg fognak az állatok versenyezni. Most válogatjuk szét a behozott állatok közül, megpróbáljuk rangsorba tenni őket, de kint átnézzük még őket, és akkor még változhat a sorrend. Legjobbat kötik ki előre, és akkor így sorba alakul ki. Ennek a két állatnak már úgy látom mindkettőnek egyformán rossz a lába. Ha nem is annyira húsos még, de ha van jó láb meg ráma, akkor arra lehet húst tenni később. Ki ne pászít viont, ez nem problém, parce que s'il a des bons pattes, il va avoir des bons viont. Idővel majd lehet. Most itt ki lett állítva keményre, mert a homokban ugye nem látszik annyira a lábállás, itt meg lehet nézni, végig lehet simogatni, fogát megnézzük, hogy jól zár-e a szája. Össze kéne, hogy zárjon pontosan, az alsó állkapcs egy kicsit előre van. Hát nagyon büszke vagyok az öcsémre, kiskora óta, ugye ebben nőtt föl, édesapám nyomdokába lépett, szerintem meg is előzte Jócskán ezzel a szakértelmével, úgyhogy csak gratulálni tudok neki, és hálás vagyok, hogy kijuthattunk mi is ő általa erre a híres rendezvényre. Minden állatvásárba elmentünk, azt akkor hát ők rettenetesen szerették, hogy megvizsgálni, meg állapítani, hogy melyiknek milyen az értéke. L'OSGEON. Donc en quelques mots, l'OSGEON, c'est 13 races, dont le Berrichon du Cher. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller au stand. Holló Mátyás Párizsban bíráskodik, mit szólsz? Igen, én nagyon, nagyon örülök neki, és szerintem megállja a helyét. Tehát a más magyarországi bírálati szempontok, tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy sok, tehát más szempontok vannak, de sokkal szigorúbban bíráljuk az állatok. Igen, az állatok lábszerkezete, hát annyi állat bekerült szerintem az országba ezekből a fajtákban, meg ugye a Mátyás révén ugye mindig a legjobbak kerülnek be, hogy tehát nem állunk rosszul. Nézeteltérés volt, hogy melyik csoport legyen az első, és fölhívtam a figyelmüket, hogy ennek az állatnak van egy lábhibája a hátsó lábán, és ezzel győztük meg a zsűri másik két tagját, hogy a másik csoport a jobb. Hát mégis te mondtad meg a Frankfurt nekik. Nem én, mert megmutattam a Gambino úrnak, a Gambino úr meg megmutatta nekik. Nagyon nehéz lesz. A harmadik helyet megtalálni. Az első kettő már megvan. Nálad? Igen, véleményem szerint van egy első helyzet, egy második helyzet, meg három ötödik helyzet. A Mátyás nagyon büszke vagyok, hogy adnak a szavára, és hogy az ő pontjai mérvadóak. Tulajdonképpen nálunk is vannak ilyen szintű állatok, csak talán nem ennyi. Tehát létszáma talán nem ennyi, de maga ez a körítés és a show. És a körítés az, és a show, igen. Igen, az ebből kéne nekünk tanulnunk is, de ebből kéne kicsit átvenni, de haladunk, megyünk utánuk, tanulunk, és egy pár évben bízunk benne, hogy mi is kicsit fejlődünk majd. Azt tapasztaltam, hogy a show része sokkal nagyobb. Magyarországon nagyon szép díjakat biztosítanak a kiállítás szervezők, de magában a párizsi kiállításon emelvény, ahová zeneszóra fölvezetik az állatokat, nagy hatalmas kivetítőkön minden távoli részletet lehet látni. Azt tapasztalom, hogy magában a show, az eladhatósága más egy párizsi kiállításnak, mint egy magyarországi. Pour la section de femelles.
Monsieur Ramolignon. Hagyjad! Elmarad! De Dani bácsi, lepényi kérdez, gyere ide! Magyiga, milyen meg? Ez a legjobb! Nagyon nagy köszönettel tartozok Timinek, mert sem a 2012-től lévő Párizs utazásaink, sem a mostani kiállításon való bírálat nélküle nem jöhetett volna létre. Nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy olyan barátja, titkárnője, munkatársa, akiben megbízik. Meg kell, hogy bízzam benne, hogyha én mondom, hogy akkor ott annak az állatnak a lábával van probléma, azt tökéletesen le tudja fordítani a franciáknak, és hogy megértsék. És ehhez nem elég, hogy valaki tud franciául, hanem nagyon fontos a szaknyelv tudása. Mindent följegyzetel, mindenféle hülyeségemet, és évek után is a csíkos füzetből elő tudjuk keresni. Úgyhogy hogy tényleg nagyon-nagyon nagy köszönet neki. Mondtam már! Mondjad! Tíme nélkül ez nem jöhetett volna létre. Köszönöm szépen! Gyere ide, barátom! Gyere ide, barátom! Gyere ide, barátom! Hagyd le tulajját, és nyilvánosan a tartozásomat megadom. Gyere ide! Ezzel tartoztam! Eh bien, écoutez, monsieur Lou a été, à mon avis, extrêmement passionné aujourd'hui au niveau du jury des animaux. Je l'ai vu extrêmement... attentif, extrêmement professionnel. Je pense qu'il a jugé, oui, il a très bien jugé les sections qu'il a eues à juger. Écoutez, monsieur Holo, ça fait bientôt 10 ans qu'on le connaît, qu'il vient nous voir, qu'on a pu juger ses capacités à juger les animaux. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour que M. Holo soit juge de notre race Bichon du Cher à Paris. Ah, mais de toute façon, on essaye d'inviter des gens, des étrangers, et qui sont passionnés par notre race. Hein. On ne va pas inviter des gens qui ne sont pas passionnés par notre race. On invite les gens passionnés par notre race. C'est extrêmement important d'avoir une vision plus qu'internationale. Megtörtént a bűrállat, és kinyitottuk a táskát. Mondhatnám, kiengedtük a szellemet a palacból. Szerencsére kapos volt a magyarországi pálinka, mind a mézes változata, mind a az erősebb sima változata. És a hatása is meglett. Thank you.
Kulturális programot is szerveztünk. Elég nehézkesen indult a nap. Ugye az előző két nap utazási fáradalmai mindenkit nyomtak, és ráadásul odaértünk Versailles-ba, csöpögő eső, kilométeres sor, elég lelombozó volt a dolog. A kastély november és március között ingyenesen látogatható a hónap első vasárnapján. Atyika, te vagy az az ember, aki minden nagy látnivaló előtt visít egyet. Eiffel torony, Versailles kastély. És amit mondtál is, Matyikának, kisfiamnak, minden helyszín előtt el kellett menni pisilni. Egy gyerek kisfiam, elmegyünk. Bementünk az épületbe, ahol volt a toalett, és mit láttunk? A toalett melletti ablakba jegyet lehetett vásárolni. És megmentettük a társaságot a kétszeres sorállástól. Sok azért komolyabban készülnek egy sorban állásra. Mozgatják az elméjüket. És ott vannak a miaink. És jönnek. És hozzák a ticket. Ticket please! Ticket please! Szerintem tapsolnunk kéne, Foszti, nem? Szerintem tapsolnunk kéne. Atyika, megvannak a jegyek? Szép volt. Igen, és megmentettem a csoportot. Pisítés? Igen. Jó, ügyes voltál. Nem viszem el anyátokat. Igazi szép Versailles idő van, nem? Halak most jól érzik magukat a halastóban. Jó, bet van még egy napot a kiállításra menni, nem? Ha ezt tudom. Az a legjobb, amikor senki nem kell alkalmazkodni. Azt csinálok, amit jól esik. Birkát nézek. Mennyit tudna nézni birkából egy 24 órás napban? Hát amikor kijövünk, akkor mindig be van osztva. Reggel 8-kor kezdünk egy tenyészetbe, 11-re következő, 2-re, még egy 5-re. Azt még, ha valóha be tudjuk könyörögni magunkat, akkor még egy esti program. Itt is tartottak Versailles-ben és birkát biztos. Azt a következtetést kell levonni, hogy egy ilyen többnapos utazás azért nem olyan egyszerű dolog, főleg nem 20 emberrel. Azt szeretem volna, hogy mindenki tökéletesen jól érezze magát, és be kellett látnom a hazautazásunk napjára, hogy ez nem egyszerű dolog. Csak is köszönettel tartozhatom családomnak, minden barátomnak, hogy elkísértek erre az útra. Azon kívül, hogy egy felejthetetlen élményben volt részünk, az élet szempontjából még egy nagyon fontos dolog történt velünk, hogy meg tudtuk járni a párizsi kiállítást úgy, hogy a koronavírussal nem fertőzöttünk meg. Amikor hazaérkeztünk, utána hallottuk az eseményeket, hogy a párizsi kiállítást a tervezett zárónap előtt két nappal bezárták. Hála legyen a Jóistennek, hogy mi haza tudtunk úgy érkezni, hogy senki nem fertőződött meg, és a későbbiekben sem lett baja. Ez is nagyon fontos dolog, mert ahogy telt múlt az idő, egyre szigorúbb lett a helyzet, egyre jobban lettek zárva a határok, és úgy gondolom, hogy ilyen vészhelyzetet mi még nem éltünk át az életünk során. Szeretném
tudni és hinni, hogy nem csak a szakmámat végzem jól, hanem mint férj és családapa is megfelelek az életbe. Ahogy idősödik az ember, mindig átértékeli az életét, mindig odaér egy szakaszhoz, vagy történik az ismeretségi körbe egy esemény, egy tragédia. És olyankor az ember elgondolkodik rajta, hogy vajon az életben mik az igazán fontos dolgok. Biztos vagyok benne, hogy nem csak nekem, másnak is, különböző életkorban más az igazán fontos dolog. És nagyon fontos a szakmám, nagyon fontos a juhászat, a juhtenyésztés, de azok az igazán fontos értékek, amiről az embert úgymond megemlegetik. És próbálom az életemet az utóbbi időben az irányba eltolni, hogy egy kicsit több időt tölthessek a családommal, több időt tölthessünk együtt, mert nem tudjuk, hogy mikor kell megállni a mennyország kapujába. És bízom benne, hogy a mennyország kapujába kell megállni.